Szekszárdonkomló után az országban másodikként döntött úgy a polgármester, hogy él a veszélyhelyzet, adta jogaival, illetve kötelezettségeivel, és átveszi az irányítást. Ez csak a veszélyhelyzeti döntésekre terjed ki, ezért az éjjel Szexárd frakció többségi szavazataival lecserélt önkormányzati cégvezetőket a helyükön hagyta. A lakossági tájékoztatás segítő Szexádi vasárnap kiadói jogát viszont a vagyonkezelő Kft-től átvette az önkormányzat, és a városi honlap üzemeltetése is megváltozott. Itt Ács Rezső elmondása szerint az éjjel szexált frakció tagjai cenzúrázták a polgármester megjelenését. A szexált.hu-t azt tulajdonképpen elvették tőlem, a jegyzőnek a hatás körébe utalták át, de azzal a feltétellel, hogy nem ilyen meg velem kapcsolatban, vagy az én tollamból semmi, addig, amíg az ellenzéki többség, egyfős többség tagjai közül valaki ezt nem cenzúrázta. A polgármester részben visszaállította a kabinetet is, ugyanakkor azt mondja, nem igaz, hogy hat főt visszavett volna, egyetlen főt vett csak vissza. A többiek a hivatal más részlegein dolgoztak, és most is oda vannak beosztva, ott segítik a hivatal munkáját. Az eddig eltelt hetekben többek közt bezárták az óvodákat, bölcsödéket, megoldották a gyermekfelügyeletet, az étkeztetést, önkéntes programot indítottak a rászorulók és az idősek segítésére, valamint bezárták, majd átszervezték a szexádi Piacot, hogy így is korlátozzák a járvány terjedését. A polgármester ugyanakkor azt mondja, a város fejlesztése nem állhat meg, ezért ilyen kérdésekben is döntéseket hozott. Minden ilyen uh, folyamatban lévő beruházással kapcsolatban úgy döntöttem, hogy végig fogjuk csinálni ezeket a beruházásokat. Tehát én azt gondolom, hogy gondolni kell arra, hogy egyszer ezzel az időszak, akkor majd el kell számolni azzal is, hogy mondjuk valamit miért nem csináltunk meg. Tehát a felelősség az nem csak arról szól, hogy akkor menjünk előre a bizonyos dolgokban, és akkor a helyzettel kezdjünk valamit, hanem azt, hogyha elszalasztunk lehetőséget, lemondunk pénzről, vagy éppen rosszul döntünk egy beruházás kapcsán, akkor annak a felelősségével bizony el kell számolni majd. Azt még nem lehet megmondani, meddig fog tartani ez az időszak. Az ingyenes parkolást például első körben június végéig engedélyezte a polgármester, de ha szükség lesz rá, meghosszabbítja a díjfizetés nélküli időszakot.